Kezdetét vette a második alkalommal megrendezett Aparhanti Nemzetiségi Nap. Az idei eseményt Nagy Boldogasszony ünnepével kötötték össze, így szentmisével kezdődött az ünneplés. Tavaly a helyi német nemzetiségi önkormányzat szervezésében indult el a kezdeményezés, ami nagy sikert aratott az ott lakók között. Ziegler Teréz, az esemény egyik főszervezője elmondta, a céljuk az, hogy hagyományt teremtsenek, és egy olyan rendezvényt szervezzenek, ahol összejönnek az ott élő népcsoportok, nemzetiségek, és közösen ünneplik azt, hogy békében tudnak együtt élni, hiszen sok minden köti össze őket. Szerencsére jó közösségünk van, az itt élő svábok együttműködnek a székelyekkel, az itt élő romákkal, az itt élő felvidékiekkel. Egyik nagyobb csoport kisegíti mindig egymást, hogyha rendezvényeink vannak, mindig akkor a másik besegít egy kicsikét, hogy mindenki úgy érezze, hogy mindenhol szívesen látják. Az eseményen részt vett Orbán Attila, a Tolna megyei önkormányzat alelnöke is, aki elmondta, nagyon jó példája Aparhant a nemzetiségi együttélésnek, hiszen székelyek, svábok, felvidékiek és romák is képviseltették magukat az eseményen. Nagyon örült annak, hogy a fiatalok is támogatják a hagyományőrzést. Mindig azt szoktam mondani, hogy akkor érdemes fejleszteni egy településen, hogyha közösség is van, hiszen mindig a közösségnek van szüksége ezekre a fejlesztésekre. Úgyhogy örülünk, hogy van közösség, és érdemes Aparhantra fejlesztéseket hozni ezek szerint. Eddig nem volt jellemző a településre a hagyományok és a kultúra ápolása, de a jövőben a település önkormányzata is támogatja majd az ilyenfajta programokat, fejlesztéseket, fogalmazott Dávid Tímea, Aparhant polgármestere. Az eseményen részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, aki bár származását tekintve székely, fontosnak tartja mindenféle népcsoport és nemzetiség hagyományainak megőrzését. Közös rendezvények vannak, és egymás rendezvényeire is eljárnak, sőt, hát egymásnak most már rokonai is vagyunk, hiszen több generáción keresztül már a vegyes házasságok divatja megvalósult, úgyhogy én remélem azt, hogy ennek a rendezvénynek is a későbbiekben megmarad a hagyománya. Az államtitkár azt mondta, Magyarországon a nemzetiségiek minden olyan joggal bírnak, amely biztosítja számukra az identitásuk megőrzését és erősítését.